felléptetek már itt Szegeden, nagyon sokszor ismerünk titeket, most viszont van rengeteg újdonság a zenekar házatáján, ugye lemez is, videoklip is, és hogyha jól tudom, akkor készül a következő is. Elég mozgalmas időszak van tehát a hátatok mögött, hogyan éltétek meg ezt az időszakot, és hát itt most ugye egy koncert után beszélgetünk. Igen, hát mindig nagy öröm Szegedbe jönni. Sok az ismerős, részben már így koncertek által is. Igen, hát most épp egy kis lemezünk jön ki. Hamarosan, nem tudjuk még pontosan milyen formában, digitálisan lesz, tehát hogy nem CD formátumban lesz, ez most már biztos. És hát az a koncepció, hogy igazából ez egy 4-számos történet, és mindegyikhez szeretnénk klipet is csinálni. Ebből egy már megvalósult, egyet pedig holnap kívánunk véghez vinni. Hogy mikor lesz látható, az attól függ, hogy mikorra vágják össze. Jelenleg így ez a projekt. Hogyan dolgoztatok ezen a lemezen, ezen a 4 dalon? Gondolom néhányat már kipróbáltatok közönség előtt is. Ez elég érdekes dolog, mert gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez a 4 dal, ez most már egy éve lassan itt van a tarsolyunkban, a zsebünkben, csak pihent kicsit a fiók mélyén. Úgyhogy számunkra ezek már nem nagyon új dalok, de mivel még közönség csak részben hallhatta őket, ezért igen, lehet azt mondani, hogy új dalokról beszélünk. Lényegében arról van szó, hogy ez a kislemez ugye 4 saját dal, plusz egy ilyen bónusz track, ami egy feldolgozás jelent. Lényegében ez egy ilyen 5-számos LP-s történet, amit így dalonként fogunk kiadni, mindegyik dalhoz egy klipet fogunk forgatni. Ha már beszéltünk Szegedről, hogy kvázi hazajárunk ide, most már annyi koncert volt, hogy tényleg ez most már a második otthon a zenekarnak. Maga az EP is itt került rögzítésre Szegeden, tehát ez is egy kis összevágó történet. Mindkét klip, így van. Tehát most innen erről a koncertről megyünk egy kis tűfolgatásra, már nem most így a hajnalok hajnalán lassan, hanem majd nyilván holnap reggel, ha sikerül megébredni. Akkor nekiállunk, aztán forgatunk valami erősen 18 pluszos dolgot, amit majd sehol senki nem fog leadni, mert annyira durva dolgok lesznek benne, hogy mi magunk sem merjük majd megnézni, mert megijedünk tőle, de hát nem is az a lényeg. Szóval az a lényeg, hogy a koncertet egy klipforgatás követi, ez a Fear Transfusion című szám lesz, ami a lényegében az EP-ről a második saját szerzemény. Mi volt a daloknál a koncepció? Azt ugye most elárultuk, hogy azért nektek nem újdonság, közönségnek igen. Mi volt az, ami életre hívta ezeket a dalokat, akár szövegben, akár zenében nézzük? Hát, mindegyik más ilyen szempontból is. Tehát a Waves, amire az első videót forgattuk, az szerintem mondhatjuk, hogy egy ilyen elvontabb történet. Tehát, hogy ez nem annyira a konkrétan szókimondó, tehát hogy ha valaki meghallgatja vagy elolvassa, akkor nem biztos, hogy mindenkinek ugyanaz jön le. Tehát hogy ez ilyen eléggé művészi történet, és próbáltunk hozzá egy kicsit ilyen művésziesebb, ilyen természet mindenféle képecskékkel hozzájárulni. A következő szám az viszont teljesen más, tehát ez inkább egy ilyen progresszívebb valami, és a szövegben nagyon sok a konkrétum, és nagyon jól lehet vele játszani így a képekkel, amiket szeretnénk majd a videón megjeleníteni. Tehát most itt elsősorban ez a cél, meg a dráma. Reméljük, hogy mindenkinek tetszeni fog, és nagyon fog izgulni, miközben nézi. Hogy éreztétek magatokat újra a Live Autumn Festen, illetve a Szegedi Gothic közösségben, Kározottak éjszakája rendezvénysorozatom? Hát nagyon jól. Én igazából tényleg azt mondhatom, hogy mindig itt érzem magam a legjobban. Sok minden miatt. Szeged is egy szép város, valahogy az emberek is olyan aranyosak, a közönség iszonyat lelkes, még akkor is, hogyha éppen elszakad egy húr vagy valami, akkor is kiabálnak, hogy Darma, ami tök király. Úgyhogy nagyon szeretünk idejönni, nagyon hálás dolog, tehát ide soha nem úgy jövünk, hogy na, ez most biztos szar lesz, vagy hogyha esetleg úgy gondoljuk, hogy jó lesz, akkor utólag nem jött el senki, mert néhány azért ez is előfordul más helyeken. De itt nem, úgyhogy ez mindig ilyen biztos pont, és örülünk, hogy mindig számítanak rájuk. Merre lehet titeket látni még mondjuk az év vége felé, ilyen nagyobb helyeket említsünk meg, vagy ami nektek nagynak számít? Hát ez igazából még szervezés alatt van, tehát most ilyen konkrétumokra nagyon nehéz lenne beszámolni, élő
bulikat tekintve. Haknyit ugye nem vállalom, tehát nem. Tehát playback nem lesz. Amennyiben lesz konkrét fix dátum, azt mindenféleképpen kitesszük a Facebook oldalunkra, ami egyébként facebook.com/darmaofficial, ha valaki nem tudná, oda lehet bökni egy lájkot, és ez itt most a reklám helye.